A Niger elleni szankciók bevezetéséről tárgyalnak az Európai Unió védelmi és külügyminiszterei a spanyolországi Toledóban. Az afrikai ország demokratikusan megválasztott elnökét Mohamed Bazoumot a hadsereg puccsal távolította el a hatalomból nemrég. Egy önálló szankciós mechanizmus felé haladunk, ezzel a puccsisták ellen lépnénk fel. A munka már elkezdődött, mondta Josep Borrell, az unió főképviselője. Nemrég Gabonban is katonai puccsot hajtottak végre, korábban pedig Burkina Faso-ban, Guineában és Csádban volt katonai hatalomátvétel. Az elemzők attól tartanak, hogy a folyamat tovább terjedhet, és a régió destabilizálása veszélyt jelenthet Európára. Európára valódi biztonsági fenyegetés leselkedik ebből a régióból, de vannak geopolitikai aggodalmak is. A biztonsági aggályok az iszlámista, fundamentalista terrorizmushoz kötődnek, ami Maliban például megduplázódott az európai erők kivonulása óta, geopolitikai szinten pedig Oroszországról van szó, az oroszok helyet csináltak maguknak, és kivonulásra késztették az európaiakat, és most azt látjuk, hogy egy orosz befolyási övezet jöhet létre a Záhel övezetben, Európa déli szomszédságában, mondta Timothy Murphy elemző. Niger Európa második legnagyobb uránium beszállítója volt tavaly, szakértők szerint a mostani válság nem jelent azonnali fennakadást az ellátásban.